Nagyon sok szeretettel köszöntelek ezen a fantasztikus kiránduláson. Engem Szlanka Zsoltnak hívnak, ha esetleg még nem találkoztunk volna. Remélhetőleg olyan nagy élményben lesz neked is részed, amilyet én éltem át személyesen. Ez valóban olyan film, amilyet még nem csinált senki, még maga az Aston Martin sem. Itt vagyunk Angliában, Gatedobban, Warwickshire-ben, az Aston Martin központjában. Biztosan érdekel, hogy hogyan tudtam én ide erre a helyre bejutni. Nos, egy nagyon kedves barátomtól kaptam a meghívást az itt dolgozók hivatalos nyílt hétvégéjére, amelyre magukkal hozhatják barátjukat, családtagjaikat, és ezáltal így ők is betekintést nyerhetnek ezeknek az exkluzív autóknak a gyártási folyamataiba. Ez az egyetlen hely a világon, ahol ezeket az autókat gyártják, ez tehát nem egy autószalon, hanem az Aston Martin autógyár és főhadiszállás, innen irányítják a tervezési és kivitelezési, valamint a különböző PR és marketing folyamatokat is. Az itt látható autókat külön csak erre a bemutató napra állították ide ki, máskor ez a park teljesen üres. Ez egy DB9-es, az eredeti DB vérvonal legújabb leszármazottja, a leghíresebb ezek közül az eredeti Bond autó volt, a DB5-ös. Rapid S, az egyetlen négyajtós modell, ami még így is minden porcikájában sportkocsi. Ugyanolyan luxus és elegancia jellemzi, mint kétajtós rokonait, de ebben négy felnőtt utas is utazhat. Azért mondok csak felnőtteket, mert a hátsó ülések is olyanok, mintha első ülések lennének, azaz egy gyermekülés nem férne bele. A DB9 modell Volantin, azaz kabrió változat, 450 lóerős, 300 km per óra a végsebessége. Ez a Vanquish Platinum autó a gyár szimbóluma, az első autó, amellyel az ideérkező találkozik. A 2002-es Haj meg máskor című James Bond filmben való szereplése a harmadik legjobb filmes autó címét hozta el a modellnek, az olasz melós Minik és a Goldfingers DB5-ös után. A Vanquish az egyik legnépszerűbb modell. Itt láthatjuk ezt a sárga DB9-es luxusautót. Ha a vevő kéri, akkor amikor jön az autójáért, kiállítják ide a vízre és fotózhatja, mert nyilván jól néz ki a gyár előtt, ahogy visszatükröződik a vízen. Ez a híres Aston Martin 177 modell, egy kétajtós luxus kupé, amelyből, ahogy a neve is mutatja, csak 77 darab készül. A 2008-as párizsi autókiállításon mutatták be először, és 2009-ben kezdődött meg a gyártása. A motor egy 7,3 literes V12-es szívó motor, amely 750 lóerős. Végsebessége 354 km per óra is lehet, és 3,5 másodperc alatt gyorsul 100-ra. Állítólag, amikor megjelent a 177, ez volt a világ legerősebb szívó motorral rendelkező sorozatgyártású autója. Ára netto 1,4 millió font plusz 20% VAT, ami közel 600 millió magyar forintnak felel meg. De még így is megvásárolták majdnem az összeset, mára, amikor készült ez a film, mindössze ez az itt látható egyetlen egy darab van belőle. Érdekességképp, hogy egyik példánya a dubai rendőrflotta tagja, valamint, hogy egy sejk 10 darabot vett meg belőle, köztük a legelső legyártott példányt is, amit megtartott magának, a többi 9-et pedig a 9 legjobb barátjának ajándékozta. Láthatjuk a gyönyörű bőr belső garnitúrát, ennek a készítéséről a későbbiekben még többet is meg fogunk tudni. Ez az új 6 literes, 12 hengeres motor, a legerősebb és a leggyorsabb motor azok közül, amiket eddig a cég gyártott. A márkát 1913-ban alapította Robert Bamford és Lionel Martin, akkor még mint Bamford and Martin Ltd. A cég rohamosan fejlődött, és hamar az autóipar ikonikus alakjává vált a luxus és az elegancia megtestesítőjévé. Az Aston Martin nevet 1914-ben jegyezték be, annak emlékére, hogy Lionel Martin,
az első sajátgyártású autójukkal megnyerte az Aston Hill versenyt. Az első autójuk a Coles Scuttle 1915-ben került forgalomba, és a végsebessége 70 mérföld per óra volt, ami 112 km per órának felel meg. Az 1920-as évek elején készült az első igazán ütőképes versenyautójuk, és mivel akkoriban a futamoknak leggyakrabban Franciaország adott otthon, ezért gyakran versenyzett ott az Aston Martin is. Eleinte nem sikerült jelentős eredményeket felmutatniuk, de szépen fokozatosan felfigyeltek rájuk, és megnövekedett a kereslet az autóik iránt. 1939-ben a kis angol cég berobbant a köztudatba a legújabb modelljükkel, az Atom elnevezésű Avantgarde vonalvezetésű prototípussal, amely jelentősen megelőzte a korát azzal, hogy a karosszéria felső elemeit térvázra csavarozták, a felfüggesztés pedig független volt. 1947-ben a II. Világháború alatt nehéz időket élt meg a vállalat, amelyet ezért David Brown traktorgyáros vásárolt fel mindössze 20.500 fontért, ami már akkor sem számított túl nagy összegnek. Ez egy új korszakot indított el a vállalatnál, és az eredetileg 1939-es atommodell továbbfejlesztésével 1949-ben megszületett a híres DB1 modell, amelyet róla neveztek el, ezáltal halhatatlanná téve David Brown. Ez a vérvonal lett a legmeghatározóbb a cég történelmében, és ekkora sikerült az Aston Martinnak újra az autós hierarchia legmagasabb régióiba felküzdenie magát, hiszen vevőkörük arisztokratikus, szűk, ám annál tehetősebb volt. Az 50-es években egymást érték a sikerék az autóversenypályákon is. Az Aston Martin 1987-től csak nem 20 éven keresztül volt a Ford Motors tulajdonában, mielőtt újra brit kézbe került. Ez alatt az időszak alatt 2001-ben kezdték el gyártani a Vanquish-t is. 2004 óta gyártják Gaydonban az autókat, itt kezdődött meg a DB9-es és a Volante, azaz a DB9 Cabrio változatának gyártása is. A gyártósoron megfigyelhető a csúcs technológia, amivel gyártják ezeket a luxus autókat, mégis a tradicionális angol autógyártás utolsó bástyájaként kézzel készítik az összes alkatrészüket. Minden egyes alkatrészt más munkaállomáson szerelnek fel, és egy-egy ilyen állomáson ketten-hárman dolgoznak. Egy nap alatt három teljes kész autó gördül le a futószalagról, míg például Land Rovernél Birminghamben óránként 14-15. Itt található az Aston Martinok evolúciója. Ha valakinek van egy régebbi típusú Aston Martinja, akkor az behozhatja azt ide, és felújítják olyanra, mintha teljesen újak lennének, új technológiával készültek volna. Ez egy úgynevezett Redbook, azaz piros könyv. Minden egyes Aston Martin tulajdonos kap egy ilyen elegáns, bőrkötetes könyvet, amelyben az autó szerviz történetét tartják számon. Érdekességként jegyzem meg, hogy ezt a Redbookot a gyerekeknél is születés után használják. Nem véletlen hasonló a neve, tehát a gyerek, amikor megszületik, akkor kap egy ilyen Redbookot, és gyakorlatilag az iskolás koráig elkíséri, abban minden történetét és minden egyes állomását belevezetik egészségügyi tekintetben. Itt egy töréstesztes autót látunk. Úgy limitálják a vesztességet a törésteszteken, hogy egy autót két teszten is használnak, például az első és a hátsó, vagy jobboldali és a baloldali teszteknél külön-külön. Ezeket a karosszériákat egy teljesen automata robot szedi le, és viszi oda a gyártósorra. Csak is a legjobb, legminőségibb bőrből készült garnitúrák kerülnek bele az Aston Martinokba, minden egyes garnitúra 7 marha bőréből készül, és ha már csak egy apró kis hibát is találnak valamelyiken, akkor azt már nem veszik meg, hanem továbbítják a többi cégnek, ugyanis övék a first pick, azaz Aston Martin választhat először. Érdekességképpen néhány híres ember, akik szintén Aston Martin tulajdonosok, Steven Spielberg, Jennifer Lopez, Ben Affleck, Janet Jackson, Nicolas Cage, Daniel Craig,
valamint a híres focisták közül néhányat, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Steven Gerrard, Frank Lampard, Ashley Cole. Az itt dolgozók csak akkor vezethetik ezeket az autókat, ha letesznek egy speciális vizsgát, amelynek négy szintje van. Az első szinten lehet vezetni őket a gyár területén belül, a második elvégzése után már kivihetik az útra azokat az autókat, amelyek nem prototípusak. A harmadik szintől vezethetnek autópályán már akár prototípusokat is. A negyedik szinten lehet maximális sebességet tesztpályán vezetni, de ezt a szintet csak azok tehetik le, akinek ez a munkakörükbe tartozik, tehát ha a tesztelés miatt van rá szükség. Ha valaki vesz egy Aston Martin, akkor neki is lehetősége van egy speciális képzésen részt venni, ahol különböző időjárási és forgalmi körülmények között tanítják luxus autójának vezetésére. Ez azonban nem kötelező. Első filmes megjelenésük 1964-ben a Goldfinger című James Bond filmen volt, Sean Connery főszereplésével, aki egy DB5-ös volánja mögött ült. Azóta is szinte minden egyes James Bond filmben egy Aston Martin a 007-es szolgálati autója, ami nyilván jó hatással volt a márka népszerűségére és az eladási példány számukra is. A márka most 2013-ban ünnepli fennállásának 100. évét, erre készült ez az új promóciós logó is. Nos, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Köszönöm neked, hogy itt voltál, remélhetőleg tetszett. Ha így van, akkor mindenféleképpen mutasd meg másnak is, biztos fognak neki örülni. És hogyha bármivel kapcsolatban tudok segíteni, akár angliai élettel kapcsolatban, akár vezetéssel, keresél bátran, örömmel segítek. Addig is minden jót kívánok neked, és jó egészséget, barátsággal üdvözöllek. Szervusz!